Sziasztok! A mai videóban folytatjuk sorozatunkat, melyben Ausztria tartományait veszük górcső alá. Hová, miért érdemes utazni vagy költözni? Ebben a részben Steyrországot fogom nektek bemutatni. Amennyiben tetszik a tartalom, ajánlom a témában készített korábbi videóimat is megtekintésre. Steyrország Ausztria egyik déli tartománya. Tartományi székhelye Graz, ami Ausztria második legnagyobb városa, a közel 300.000 fős lélekszámával. A város lakosságának 83%-a osztrák állampolgár, 6% az Európai Unióból érkezett, a fennmaradó 11% legnagyobb részét az ázsiaiak teszik ki, de szép számmal képviseltetik magukat az észak- vagy dél-amerikaiak, illetve az afrikaiak is. Ennek oka, hogy Graz Ausztria második legfontosabb egyetemvárosa a maga 5 egyetemével. Így nagy számban tanulnak külföldiek is itt. Turisztikai szempontból a város számos látnivalót nyújt, s mivel az óvárost 1999-ben az UNESCO a világörökség részének nyilvánította, így a legtöbb látnivaló itt csoportosul. Érdemes megemlíteni a Várhegy és környékét, a Stadtkrónét, ami a múzeumnegyed, vagy a Kunsthaus Grazot, de napestig lehetne sorolni a látványosságokat. Az óváros gyalogosan is jól bejárható, azonban a várost felfedezni kívánóknak 6 útvonalon közel 60 km-nyi villamos hálózat segít, de sok kijelölt kerékpárút is hozzájárul a dugók elkerüléséhez. Graz városa számos osztrák és nemzetközi cégnek kínál otthont, Steyrország iparának több, mint egyharmadát biztosítja. Ez az állások körülbelül 40%-át jelenti. Így a megyeszékhely jó célpont lehet a munkakeresők számára. Steyrország teljes bevételének körülbelül egyharmadát a feldolgozóipar teszi ki. Legfontosabb ágazatai a gép- és fémipar, autóipar, elektromos és elektronikai, valamint a papír- és faipar. Közel 600 vállalat biztosítja a steyrországi munkahelyek több mint felét. A termékek legnagyobb része exportálásra kerül. Ha meg kell említenünk egy gyáróriást, ahol szép számban dolgozhatnak akár a külföldre vágyók is, az a Green Tech Valley, zöld energiával foglalkozó 250 cégből álló cégcsoportja lesz. 2022. januárjában 27.000 alkalmazottal büszkélkedtek a környezet technológiában. Teljes forgalmukat 5 milliárd euróra becsülték. A videó készítésének napján 3630 betöltetlen állás van a régióban. Mivel nincsenek ismerőseim Steyrországban, sajnos nem tudok nektek változatos munkalehetőségeket bemutatni. Arra kérlek titeket, amennyiben ebben a tartományban laktok, írjátok meg komment formájában, hol foglalkoztatnak nagy számban magyarokat is. Ezzel is segítve a régióban munkát keresőket. Ausztriában az albérletkeresés sok rejtett költséggel járhat. Több havi kaució, províziót vagy ablőzét kérhetnek. A régióban a videó készítésének napján 6714 kiadó lakás várt albérlőre. A keresést 60 négyzetméter feletti lakásokra állítottam be, így 480 eurós bérleti díjnál alacsonyabb albérlettel sajnos nem találkoztam. Azt tudnunk kell, hogy a hirdetésben megjelenő összeg nem minden esetben foglalja magában az albérlet teljes költségét. Steyrországot Ausztria zöld szívének szokták nevezni, hiszen a tartomány jelentős százalékát erdő borítja. Az égbetörő hegyek, zöld erdők, hegyi folyók, sziklafalakat tükröző tavak számos élményt nyújtanak az itt kiránduló vágyóknak. Az egyik legszebb túraútvonal díját is megnyerte a Schladmingból induló és Reichenbachig vezető út, mely három patak mentén változatos tájakat mutat a 14 kilométeres hosszú útvonal mentén. Van lehetőség a tartományban hegyi kerékpárutak bebarangolására is, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Érdekességként még megemlíteném, hogy Steyrország területének 1918-ig része volt még Alsó Steyrország is, amelyet az első világháború után a győztes antant hatalmak a szerb-horvát-szlovén királysághoz csatoltak.
1941-ben a náci Németország újraegyesítette alsó és felső Steyrországot, azonban 45-től ismét Jugoszlávia, annak szétesése után pedig 1991-től Szlovénia része lett. Nektek mik a tapasztalatotok Steyrországgal kapcsolatban? Írjátok meg komment formájában. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!